Mennyit változott a Brawl Stars 2 év alatt? Megmutatjuk! Sziasztok! Üdvözlök mindenkit egy újabb videóban! Én a Viktor vagyok, ez pedig itt a Kockázóna csatorna. Aki nem ismer minket, annak röviden annyi, hogy hárman gyártjuk nektek a tartalmat, Zepi, Tuna és jómagan a Viktor. Ha szeretnéd tudni, hogy például ezt a videót kik készítették, azt megtekintheted a leírásban. A Brawl Stars 2017 júniusában vált elérhetővé a kanadai App Store-ban iOS-esek számára, de a játék teljesen máshogy működött, mint most. Nézzük is meg a tutoriált! Igen, a játék először is állított módban látott napvilágot, ami miatt elég használhatatlan volt. Valószínűleg csak azért kapott akkoriban akkora hype-ot, mivel a híres Clash Royale és Clash of Clans alkotói készítették a Supercell. Na de folytassuk is! A játékot lehetett joystickkel vagy anélkül használni, vagyis oda nyomni, ahová szeretnéd, hogy menjen a brawler. Mint látható, a tutoriál is teljesen más volt. És most nézzünk is meg, hogyan nézett ki egy normál gem grab mérkőzés. Ami rögtön feltűnhet, az az, hogy a történtség az életszint felett van. De ha már az életről beszélünk, érdemes azt is megemlíteni, hogy az életszint átlag sokkal kisebb volt, mint manapság, ezért a brawlerek damage-e is kisebb volt. Továbbá a játék grafikája is jelentősen eltért a maitól. A 3D grafika csak a játék globálá alakulásán után, azaz 2018 decemberében vált elérhetővé. A menü legjobban a Clash Royale-hoz hasonlított, és a mai klánok helyett bendekbe lehetett csatlakozni. A boxok. Hát igen, ez egy érdekes történet, mert nem tokent kellett gyűjteni, hanem 100 goldból vagy 10 gemből lehetett vásárolni ezeket. Felül lehetett még találni a csipeket és az elixírt. A boxokból csipeket lehetett nyitni, ami a brawlerek megvásárlására szolgált. Az elixírt pedig a brawlerek fejlesztéséhez tudtuk használni. A brawlereket, atakját és szuperét külön-külön lehetett fejleszteni. Hát ez az, amit így összességéről kell tudni. A beta verzióról. Remélem tetszett a videó, ha igen, iratkozzatok fel és lájkoljátok. Köszönöm, hogy megnéztétek. Hamarosan találkozunk. Sziasztok!